Szent Márton Magyarországon született meg 316 táján, majd külföldön élt. Apja parancsára katonának áll, de ő szeretett volna lenni, ezért úgy is élt. Márton napra emlékeztek Pusztahentsén, műsort a helyi óvodások és általános iskolások adtak, a kisebbek körjátékokat és mondókákat, míg a nagyobbak Fazekas Mihály elbeszélő költeményét adták elő. Ludas Matyit fogjuk előadni, és én leszek a pont a Ludas Matyi. 8-an leszünk, lesz 3-4 szolgálónk, lesz egy döbregünk, a Zsófi barátnőm, én a professzor és 2 ajtónálunk. A programon 2 kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők, régi használati tárgyak gyűjteménye, valamint az intézmény korábbi tanulójának festményei várták a vendégeket. Az iskola vezetése fontosnak tartja a hagyományok ápolását, ezért is szervezik évről évre a Mártonnapi programot. Minden évben a Mártonnap, és most az idén falunap keretében is volt iskolamúzeum, egy olyan terem, ahol a régi diákoknak a tárgyait úttörős eszközeit mutattuk be, és volt már, amikor felhítást rendeztünk falunap keretében, a Kultúrotthonban, szintén régi tárgyakból. A különböző színvonalas produkciók után stílusszerűen libazsíros kenyér és melegte a várta a fáklyás felvonulásból visszatérőket. A program az iskolában közös játszóházzal zárult, a megjelentek népi játékokkal ismerkedhettek.